Pénzmosás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a Tolna megyei rendőrség egy 69 éves Naki nő ellen. Naki asszony az interneten ismerkedett meg egy számára ismeretlen személlyel, aki arra bírta őt rá, hogy különböző bankoknál bankszámlákat nyisson, és a bankszámlákhoz tartozó bankkártyákat a részére küldje el. Az asszony ezeket meg is tette, és jellemzően Gánába elküldte a bankszámlákhoz kapott bankkártyákat, valamint hozzáférést biztosított az ismeretlen személynek a bankszámlák internet banki adataihoz is. A nő engedte, hogy a számláiról a pénzt levegyék, ennek fejében több alkalommal vett fel ő is kisebb összegeket. A rendőrség által eddig beszerzett bizonyítékok alapján a nő legalább 50 millió forintnyi, vélhetően bűncselekményből származó összeg tisztára mosásában vett részt. Egy másik bűncselekménnyel kapcsolatban a hölgy bankszámláit zárolták, ezért ő későbbiekben hozzátartozóit is rávette arra, hogy bankszámlákat nyissanak különböző pénzintézeteknél. Ezeken is különböző pénzforgalmi mozgások történtek, amelyek szintén az ismeretlen személyhez köthetőek. A nőt őrizetbe vették és előterjesztették a letartóztatását. A szekszárdi járásbíróság 2021. március 4-én elrendelte a bűnügyi felügyeletet.